Az Észak-bánáti Oroszlámosi Vadász Egyesülethez megközelítőleg 10 000 hektárnyi vadászterület tartozik, ám jellemzően ezen a területen a vaddisznók csak átvonulni szoktak. Vas János az egyesület titkára szerint legutóbb a határtól mintegy 14-17 kilométerre találtak afrikai sertéspestissel fertőzött egyedet, és már ők is megkapták a rendeletet arról, hogy hány vaddisznót kell kilőni ezen a területen. Nekünk körülbelül 30 egyedet számolunk évente vaddisznót, vagy tehát beszélések szerint, mert ugye nem lehet őket mindent megszámolni. 10-12-t kapunk évente kilövésre, erre ők még rátettek még 10-et, tehát az alapállományból, tehát így kapjuk meg azt a 65-70%-at, amit ők előírtak vagy előláttak. Vas János hozzátette, hogy a kvótát a határmenti vadászoknak április 15-ig kell teljesíteni. Ágoston Attila állatorvos szerint az afrikai sertéspest is már 5 éve közeledik Szerbia felé, és van mitől tartani. Ezért ez a 70% nem sok a vaddisznó állományt nézve. Nálunk elég erős vaddisznó állomány van, tehát ez az Észak-bánáti régióról beszélünk, és lehetőség van a betegség gyors terjedésére. A betegség teljes mértékben gyógyíthatatlan, 100%-osan halálos a disznókra, és csak a sertésekre, semmelyik másik állatfajra, és emberre is veszélytelen. Viszont a disznóállományban 100%-os pusztítást végez. Branislav Nedimović szerb mezőgazdasági miniszter szerint ez a lépés elkerülhetetlen, mivel amennyiben felütné a fejét Szerbiában is az afrikai sertéspest is, abban az esetben hatalmas károkat okozna a sertésállományban és a gazdaságban is egyaránt. Ja mi znamo csak kicsi na 70% redukciju populacije, naravno to neće ugroziti opstanak čitave populacije, opstanak ove vrste, ali moramo ovdje raditi, moramo da biramo između dva zla. Nama je ugroženo s druge strane ogromna populacija svinja na farmama. Srbija ima jako dobru proizvodnju svinja i dobar izvoz i mislim da bi ekonomski bilo potpuno neopravdano kada bi mi to prepustili slučaju. Egyes adatok szerint Románián kívül Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Oroszországban, Lettországban, Észtországban és Litvániában is megjelent már a betegség.